Augusztusi utolsó adásunkat láthatják az előttünk álló szűk 10 percben, Palcsó Zsóka szerkesztésében. Üdvözlöm nézőinket! Rövid hírösszefoglaló, TV-archívum és nyárbúcsúztató programok szerepelnek terítéken a Rozsnyói Magazin mai adásában. Nézzük először az elmúlt napok eseményeit. Az őszi önkormányzati választásokra legkésőbb szeptember 21-ig adhatják le képviselői és polgármester jelöléseiket azok, akik indulni szeretnének a helyi választásokon. Amíg a politikai pártok és mozgalmak színeiben induló jelölteknek elég, ha a politikai párt és mozgalom megbízott képviselője adja át a városi hivatalba az ajánló éveket, addig a független jelölteknek 200 támogató aláírást kell gyűjteniük. Polgármester jelölteknek az ajánló évhez csatolnia kell az iskolai végzettségről szóló hivatalos dokumentumot is. A Rozsnyói önkormányzatban a polgárok két választókörzetben 13 képviselőt választhatnak. Szlovákiában az őszi önkormányzati választások november 15-én lesznek. 1968. augusztus 21-én lépett az egykori Csehszlovákia területére a Varsói Szerződés tagállamainak hadserege. A 46 évvel ezelőtti megszállásra emlékeztek Rozsnyón, Stefan Cibet emléktáblájánál. A Rozsnyói Polgári Klub szervezésében Matus Bisop képviselő szólt a megemlékezőkhöz. A tervezetnél egy héttel korábban zárt a rozsnyói strandfürdő. A kedvezőtlen időjárás miatt augusztus 24-én vasárnap volt nyitva az idén utoljára a fürdő. A 2014-es nyári szezont megpecsételte az esős, csapadékos időjárás. A júniusi koncert után nagy sikerű vasárnapi koncertet tartott augusztus 24-én a Retro Music Band együttes. A 12 tagú zenekar előadásában a 30-as, 40-es évek zenei világa jelent meg. A főtér szabadtéri színpadán szervezett koncertet a kivételesen szép augusztusi délutánon sokan kísérték figyelemmel. Rövid hírösszefoglaló után 10 évvel ezelőtti felvételek következnek. Közéleti és kulturális témákból láthatnak válogatást. Többek között 10 évvel ezelőtt nyitotta meg kapuit a város önálló igazgatóságú magyar óvodája a Róternő utcában, vagy a barokkor legnagyobb magyar költőjének, Gyöngyösi István születésének 300. évfordulóján újra avatták sírkőoszlopát a Csetneki temetőben. Ünnepi beszédek, megható pillanatok, végül a szalagátvágás. Így indult a rozsnyói magyar óvoda első napja. Szép, minden szép itten. Matik szépek, meg szép minden. És mit tetszik neked itt a Zoviban a legjobban, mondja? Sok játék. Benne a szuperváló játék, meg olyan szárító, meg ilyenek. Az elégedettség jogos. Szeptember 2-án az ünnepélyes tanévnyitón 23 óvodás vette birtokba a Róternő utcai óvoda kétosztályos épületét, amelyet még júliusban kapott az önkormányzattól. A város irányítás alatt 7 óvoda van a városban, ez a 8. tulajdonképpen. Ki nagyon örülök neki, hogy tényleg egy hosszú előkészületés fajlódás után sikerült megnyitni az önálló magyar óvodát Rozsnyón. Nehéz szívvel engedtem el a nagyobbik fiamat óvodába. Jó volt tudni, hogy anyanyelvű óvodába megy, tehát ez volt az alapvető követelmény. Nagyon-nagyon tetszik, főleg ma most. Egész nyarra jártunk segíteni, de most ma nagyon-nagyon szuper lesz. Azt hiszem, a gyerekeknek jól fogják magukat érezni. Meg vagyok elégedve jelenleg. Nagyon-nagyon-nagyon tetszik, igen.
nagyon tetszik. Most jött első nap, a kisfiam még sosem járt óvodába. Nagyon tetszik, nagyon szép minden. Másfél hónapos előkészület után szülői segítséggel helyi vállalkozók, magyar közösségek anyagi támogatásával újították fel az óvoda belső berendezését. Kaptunk egy épületet, ami teljesen üresen tartongott, és az volt a feladatunk, hogy ezt az épületet a nyitásra, tehát 2004. szeptember 2-ára rendbe rakjuk és rendbe hozzuk, ami úgy érzem, hogy nagyon-nagyon sikerült. Magyarul ez azt jelenti, hogy 2 hónapig a szülők jártak óvodába? Így van, 2 hónapig a szülők velünk együtt látogattak ezen óvodát, és alakították, formálták úgy, hogy gyermekük számára minél szebb és gyönyörűbb környezetet hozhassanak létre. Szeptember végéig még hátra van nem csak az épület külső lefestése és a játszótér felújítása, hanem az iskolatanács felállítása is, amely kinevezi a most megbízott igazgatónőt az intézmény teljes jogú vezetőjévé. Augusztus utolsó hetében munkához látott a városi képviselőtestület. A 17 pontot tartalmazó program egyik legfontosabb, ám legvitatottabb témája természetesen a pénz körül forgott. Az 5 évvel ezelőtti osztrák bankban felvett hitelt ugyan havi 700 ezer koronával törleszti a város a kamatokkal együtt, ám ez súlyosan megterheli a városi kasszát. A város vezetése hosszas mérlegelés után úgy döntött, hogy 2 szlovák bank kifizetheti az osztrák banknak a felvett kölcsönt, és így a város kedvezőbb kamatokkal hosszabb lejáratú, alacsonyabb törlesztésű hitelt kapna. Nem beszélve egy 16 milliós tétel megtakarításáról. Ez egy folyamat volt, ami idejében megszólítottunk 7 szlovák bankot, hogy adjon a különböző javaslatokat, és tényleg a végeredmény az lett, hogy nagyon jó javaslatokat kaptunk, legalább 3 banktól egyformát, és ebből 2 bankot választottunk ki, akikkel véglegesen tárgyaltunk, és ezek a szerződések kerültek a testület elé jóváhagyásra. A képviselők ugyan megszavazták a bankváltást, ám ezzel a ponttal szorosan összefüggő 20 milliós hitel felvételét Dubovszky képviselő úr módosító indítványára szeptemberre halasztották. Ebben a helyzetben, amikor a 2 kölcsönről együtt tárgyaltunk a bankokkal, akkor a város egy bizonyos húzás előnybe volt, és ezek a feltételek, amiket most kerültek a testület elé, ezek ennek a tárgyalásnak az eredményei voltak. Hogyha most aláírjuk a kölcsönt, amit a testület jóvá hagyott az osztrák bank kölcsönnek a kifizetésére, és egy hónap múlva fogok újra tárgyalni a bankok képviselőjével, egyáltalán nem vagyok róla meggyőződve, hogy ugyanilyen feltételek lesznek, hogyha egy kisebb kölcsönről lesz szó. Mostani testület átvett egy nagy adósságot. Evel ugye nem lehet egyszerre bánni. Kis kölcsön, amelyikről mostan beszéltünk, ez talán egy ilyen kisebb, de talán egyenes út lenne arra, hogy lehetne egy csöpet kisegíteni a városnak az életét. Az önök bizottságai is, tehát a pénzügyi komissziói is, és mindegyik komisszió is javasolta ennek a pontnak az együttes elfogadását, tehát ezt a hitelfelvételt. A komissziókban, hogyha valami eredmény születik, akkor az nem jelenti az, hogy az eredménye 100%-os, de a többlet azt mondta, hogy igen, ez a városnak jobb, hát akkor a komisszió véleménye az a többletnek a véleménye. A város közel 20 milliós adósságot görget maga előtt, és ez a tétel késedelmi díj formájában állandóan növekszik. A képviselők egyik megoldásnak egy városi vállalatban a városi tulajdonrész eladását tartják. Hogy kik és milyen formában ragaszkodnak ehhez a megoldáshoz, a szeptemberi képviselőtestületi ülésen válik bizonyossá. Augusztus 17-től egy héten keresztül holland fiatalok önkéntes munkával segítették a rozsnyói református gyülekezetet. A holland kampani református gyülekezet 31 fiatalja úgy a templom, mint az iskola felújítási munkálatain dolgozott. Lehetne számszerűsíteni, hogy most mennyit ér órákban is, munkaidőben is, kifejezve anyagban is, de szerintem felbecsülhetetlen abból a szempontból, hogy az itt létükkel bevonják a helyi fiatalokat is a munkába, ők is közben gyakorolják a nyelvet, ismerkednek, barátkoznak. A rozsnyói református templom jövőre lesz 100 éves. Ráfér úgy a külső, mint a belső felújítás. A kulturális minisztériumtól kapott 300 ezer korona támogatás mellett sok önkéntes munkára és felajánlásra lesz szükség a templom teljes felújításához.
Rozsnyótól északra található a hangulatos kisváros Csetnek. Temploma a világörökség részét képezi. Ápolt temetőkertjében található a magyar barokk egyik legjellegzetesebb alakjának, Gyöngyösi Istvánnak síremléke. Az idei nyáron újraállították szerény ünnepség keretében a barokk kőoszlopot. És csak az elmúlt évek levéltári kutatásainak köszönhetően vált bizonyossá, hogy mégis igaz a csetneki öregek suttogása a gyommal benőtt sírhelyről és a barokk kőtörmelék oszlopról. Stílusban és minden egyéb jegyben ez a csetneken megtalált síremlék felel meg a legjobban neki. Arra következtetésre jutottunk, hogy nagyon nagy valószínűséggel lesz Gyöngyös István sírja. Tehát 100%-os bizonyosságot akkor tudnánk, hogyha akkori temetkezési jegyzőkönyveket vagy levéltári anyagot találnánk még, de még ez is fönnállhat, ugyanis még a Besztercebonyai megyei levéltarban a megyei levéltar anyagot nem volt időnk fölkutatni. A Magyar Tudományos Akadémia munkatársai is végeztek levéltári kutatásokat. A halotti anyakönyvi kivonat is csak az elmúlt évek alapos kutató munkájának köszönhetően került elő. Később került elő az a dokumentum, amely a rozsnyói halotti anyakönyvi kivonat, és amelyben be van írva, hogy 75 éves korában halt meg Rozsnyón, és itt temették el Csetneken. A csetneki temetőkertbe alig 100-an jöttek el a nyáron a költő síremlékének újraavatására. A homokkőből készült barokk kőoszlop felújítását a település önkormányzata végezte a Szlovákiai Magyar Írószövetség kezdeményezésére. Ám a község további kutató munkákat tervez. Chceme pokračovať v tejto tradícii, chceme objaviť jeho ďalšie veci, ktoré doposiaľ sme nezistili, to znamená dom, v ktorom býval, kde pôsobil naposledy a tak ďalej, aj ďalšie veci kolo jeho života, alebo života jeho príbuzných ďalších a takisto aj ďalšie známe osobnosti, ktoré v Štítniku žili, tvorili a dotvárali dejiny. Gyöngyösi István halálának 300. évfordulóján az akadémia 5 kötetben kívánja megjelentetni az egyik legnagyobb magyar költő életművét, és a munkából már csak egy kötet hiányzik. Gyöngyösi legismertebb műve, a Mársal társalkodó Murányi Vénusz, közel 2 évszázadig a legnépszerűbb magyar olvasmányok közé tartozott. Ezért szerették meg, mert a saját koráról, a saját jelenéről, hát itt Szécsi Máriáról és Veselényiről beszélt, akiket itt mindenki ismert a környéken, a Murányi Vénusz, hogy ne ismerték volna. Tehát, mint egy korabeli újságíró, aki tudósított a különféle eseményekről, csak valami fantasztikus esztétikai értékkel és nyelvi leleménnyel és képi gazdagsággal és bőséggel. Gyöngyösinek bár politikailag jelleme kifogásolható volt, mindig elnézték a főúri családok köpönyek forgatását. Csak azt várták tőle, hogy kitűnő leíró és szórakoztató költő legyen. És aki 300 év után újraolvassa műveit, ma is talál benne időszerű gondolatokat. Szerint őt a magyar Ovidiusként tartják számon. Az azt jelenti, hogy az erotika, a drasztikum kedvelése, az exotikum vágy, az rettenetes nagy mértékben befolyásolja hatját az ő költészetét. Gömör az idei nyártól a csetneki temetőkertben egy emlékhellyel gazdagodott. S talán a Gyöngyösi életmű kiadásával és az évforduló kapcsán újra a figyelem középpontjába kerülhet egy méltántalanul elfelejtett magyar költő. Augusztus 29-én pénteken Edda koncert este 8 órától a futballpályán. Jegyek elővételben a Turisztikai Információs Központban kaphatók. Szeptember 18-án indul az őszi városnapok és a rozsnyói vásár idei programsorozata. A háromnapos rozsnyói vásár szeptember 20-án szombaton zárja kapuit. Kedves nézőink, töltsék kellemesen az előttünk álló programokban, látnivalókban kivételesen hosszú hétvégét. Az adás ismétlések után új műsorral szeptember 3-án várom Önöket. A viszontlátásra!